Következő vendégem már itt is van velem a stúdióban, Zsigmond Balassa. Isten hozott, köszönöm, hogy eljöttél. Hát, szervusz, Bea. Befelé jövet, tudom, hogy megismerkedtél azzal a két fiatal emberrel, akik nagyon sokat tesznek hosszú évek óta az egyházi könnyű zene minőségének a javításáért, azért, hogy a fiatalok, akik szívesen más hangot is hallanának a Szentmisén, és beállnak a Szentmise szolgálatába, azok a liturgiával is tisztában legyenek, és szépen szólaljanak meg. Te pedig egészen más kort képviselsz a zenekaroddal. Igen. Én a barokk zenét képviselem, és hát az előzőkkel szemben mi véresen komoly zenét játszunk. De azért örülsz annak, hogy van ez a könnyedebb, vagy hát nem is könnyed, hanem maibb hang megszólalása a templomban? Hát ez nehéz kérdés. Jó, nem nehéz akartalak kérdés. Zavarba. Úgy beszélgettem velük, és hát... Ők komoly zenei végzettséggel bírnak. Igen. Hát nagyon jól csinálják, csak a prozódiával van nekem mindig bajom. Szerintem azt templomi... ők is próbálják csiszolgatni. Igen, csak... úgyhogy mondták, hogy hát igyekeznek, de ugye a zeneszerzőkre nehéz ráhatni. És hát mi nem a liturgián belül szolgálunk, nem az a jellemző, de van, az is előfordul, tehát azért minden évben liturgián belül is, de valamikor én templomi karnagy is voltam, tehát akkor egyértelműen a liturgiát szolgáltam, méghozzá bosnyáktéri páduai Szent Antal templomban. Ott, ahol láttam egy riportodat, pont ott, ahol Ullmann Péter is szolgált, és ismertem is őt. Igen, 10 évig voltam ott karnagy, tehát ott egészen egyértelműen a liturgiát szolgáltam. Hát az Albinoni zenekar pedig, ahogy mondtad, a barokk zenét tárja a hallgatóság elé. Igen, azt ritkán a liturgián belül, bár volt olyan, hogy hát egy barokk requiemet adtunk elő egy gyászmisén, de általában mi egyházzenei áhítatokon szólalunk meg. És hát barokk zene az kimeríthetetlen a konkrét szakrális zenében, tehát ugye az, aminek ugye a szövege is van, és szakrális jellegű, de hát meggyőződésem, hogy a szöveg nélküli barokk zene is lehet szakrális jellegű. Jól tudom, hogy te szívesen vezeted föl néhány szóval a megszólaló művet. Pontosan azért, hogy aki hallgatja is annyira nem járatos a zenében, az mégis jobban élvezi, ha ért is, hogy mit hall. Igen, ezt nagyon fontosnak tartom, és hát én utána nézek minden zeneszámnak, amit előadunk, sőt, hát nagyon sokat én kutatok fel, és magyarországi bemutatókat tartunk. Teljesen ismeretlen vagy alig ismert zeneszerzők műveit, de ha ismert zeneszerző, akkor is olyan műveket adunk elő, amit mások nem, csak mi, Magyarországon legalábbis. Két helyen is találkozhatnak majd nézőink az Albinoni zenekarral és veled. Méghozzá az egyik fellépés az ma este lesz. Talán kezdjük a beszélgetésünket ezzel, és én mutatom is a kamerának ezt a plakátot, amelyik arról szól, hogy a Háló Közösség és Kulturális Központban, ugye a Semmelweis utca 4-ben, az S4 Háló Központban lesz a ma esti program este 8 órakor. Igen, mi gyakran szerepelünk itt a Hálóban, mert ez egy katolikus jellegű és vallásos jellegű hát, társaság, és hát ennek megfelelően azért nagyon sok rendezvényük kapcsolódik valamilyen módon a szakralitáshoz. Éppen ezért mi minden évben itt is szerepelünk az Árszakra Fesztivál keretében belül, és hát igyekszünk nagyon szép és különleges műsorral előállni. Most, hogy az eukarisztikus kongresszus keretén belül zajlik az Árszakra, most kifejezetten olyan műveket választottatok, ami valamilyen módon ehhez is kapcsolódik?
Hát konkrétan nem kapcsolódik, de egyértelműen ugye nagyon szép szakrális zenéket adunk elő. Hát a legnagyobb műsorszámunk az egy Händel Glória, ez egy soktételes, nagyszabású mű, ami hát olasz mintára készült, és Händel olaszországi útjának a nyomán, hogy mi rengeteget adunk elő Vivaldi-tól, és úgy érzem, hogy Vivaldinak a művei szolgáltatták a mintát ehhez a Glóriához. Egyrészt Vivaldi nagyon sok szóló motettát írt, amelynek a motetta, tehát a szövege a szakrális, és szóló, tehát egy szólista énekel, rendkívül virtuóz darabok ezek, és soktételes darabok. Bocsáss meg, ezúttal Fodor Ildikó. És Fodor Ildikó adja elő, ő neki az az érdekessége, hogy ő a rádiózenekar hegedű művésze. És amellett egészen kiválóan énekel is. Ugye, mint hegedű művész keresi a pénzt, és mellette hát csodálatos dolgokat énekel. És még visszatérve az előzőre, tehát egyrészt a szóló motetta volt az egyik minta, a másik pedig Vivaldi nagyszabású Glóriát írt. Tehát a liturgiának, ugye a katolikus liturgiának a második tétele a Glória, általában ugye a mise kompozícióknak a második tétele, de Vivaldi teljesen önállóan írt Glóriát, ami nem illeszhető bele a liturgiába, mert olyan nagyszabású, és ugyanígy ez a Händel Glória is. Soktételes, nagyszabású mű, és ugyanolyan virtuóz, mint a Vivaldi motetták, és hát ugye a Glória szövegét dolgozza föl, amit hát gondolom mindenki ismer. De ugyanígy ma este a Hálóközpontban, a Semmelweis utca 4-ben felcsendül Eszterházy Páltól is egy darab. Igen. Ugye hát, azzal kezditek majd. Igen, igen. Hát a barokkban, sajnos a barokk időkben, ugye Magyarország török megszállás alatt, és hát utána is hát rendkívül zűrös helyzet volt, ugye három részre szakadt ország, úgyhogy inter arma silent muse, ugye mondja a latin, tehát ugye a háborúk alatt nem nagyon működnek a múzsák, ezért a magyar barokk zene az hát igen szegényes, legalábbis ugye a szám szerint, tehát igen kevés mű született, és hát egy nagyon érdekes szerző ez az Eszterházy Pál, aki hát hadvezér volt, Magyarország nádora, és amellett költő és író, úgyhogy a barokk, magyar barokknak az egyik legjelentősebb alkotója, aki írt egy 55 kantátából álló sorozatot, Harmonia Celestis címe, vagyis égi harmóniák, mindegyik darab az szakrális jellegű szöveg, és szövegre íródott, és magát a szövegeket is ő írta, nem csak a dallamok. És ezekből emeltünk ki két kis motettát, ami hát Szűz Mária dicséretére, vagy hát az ő tiszteletére íródott. Aztán persze megszólal olyan mű is, amit a zenekarotok névadója komponált. Igen, hát természetesen Albinoni minden műsorunkon ott van, különösen idén, mert Albinoni 350 éve született. Tehát ez egy óriási jubileum, és egy csodálatos adagiót fogunk előadni, ami ugye nincsen szövege, de mégis szakrális zene, mert ezek az Albinoni adagiók, ezek tényleg imádságok, egyértelműen. Hát ez is egy, nem ez a híres adagio, hanem egy másik, ami teljesen ismeretlen, de csodálatos szép ima, ez az adagio, amit előadunk. Azt látom így most a két plakátot nézve, hogy a Bach D-moll koncertó hegedűre és oboára fölhangzik majd
itt ma este, este 8-kor kezdődő koncerten, és aztán majd 10-én pénteken este 7-kor is a Gazdagrédi Szent Angyalok templomban. Úgyhogy most áttérünk erre a másik fellépésre. Igen, igen. Hát még erről a Bach műről annyit, hogy hát Albert Schweitzer írta Bachról, hogy Bachnak minden hangja imádság. Ezért jogosan adunk elő Bach művet. Ez egy csodálatos szép mű, nem annyira ismert, mint a többi, de egy tényleg egy imádság, minden tétele. Ezért hát nagy örömmel adjuk elő, és mind a két koncertünknek ez a zárószáma. Így van, viszont a Gazdagréti Szent Angyalok templomban 10-én este 7-kor Vivaldival kezdtek majd. Igen. No hát egy Vivaldi nagyon ismert zeneszerző, de elsősorban a 4 évszakot ismeri, és esetleg a Glóriát. Aztán, mintha elvágták volna, hát mi egy nagyon ritkán játszott, azt lehet mondani, hogy Magyarországon szinte teljesen ismeretlen és igen nagy szabású művét adjuk elő. A 127. Zsoltárt, vagy más számozás szerint azt hiszem a 128. Ez a Nisi Dominus, ez is egy többtételes mű, nagyszabású, és hát egy kedvenc Zsoltárom, mert arra mutat rá, ugye úgy kezdődik, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor az építők hiába építik. Tehát minden tevékenységünket tulajdonképpen hát a Jóisten segítségével tudjuk végbevinni, hogy sikeres legyen. Ez egy nagyon szép gondolat, hát persze sok szép gondolat van még ebben a Zsoltárban, de hát azt most azért nincs idő, hogy ezt nem, igen, elmondjam. Nincs idő, de arra van idő, hogy megemlítsük Barlai Zsuzsannának a nevét, igen, aki igen. Volt már vendégem itt a stúdióban, és akit nagyon szeretünk. Igen, igen, hát egy kiváló énekesnő, Barlai Zsuzsanna, aki hát nem csak énekes, hanem karnagy is, hát tulajdonképpen ő nem énekes végzettségű, hanem karnagy végzettségű, van is természetesen kórusa, amivel szintén csodálatos szép dolgokat csinál, amellett a nemzeti kórusban énekel, és hát nekünk a kedvenc szólistánk. Hát hogyha éppen ráér, akkor mindig meghívjuk énekelni. És akkor a kettő között, a kezdő Vivaldi és a záró Bach mű között két albinóni darab is megszólal itt, a Gazdagréti templomban este 7-kor, szeptember 10-én pénteken. Igen. Hát Albinoni, ugye, mint említettem, az Adagio a legismertebb műve. Ugye az előző koncerten nem azt az Adagiót, hanem egy teljesen ismeretlen Adagiót adunk elő. És Albinoni volt a barokk zene legjellegzetesebb műfajának a megteremtője, a koncertónak, a versenyműnek a megteremtője. Ő írta az első hegedű versenyeket, és ő írta az első oboa versenyeket is. Hát most ezekből az első oboa versenyekből fogunk előadni. Ugye a D-molt, ha jól emlékszem, annyi oboa versenyt adunk elő. Igen, a másiknál ugye a B-dur oboa versenyt. Most a D-mol oboa versenyt adjuk elő, de nagyon érdekes módon, mert nem oboista lesz a szólista, hanem egy trombita művész, Hara Fruzsina, aki világszerte ismert régi zenész, tehát olyan régi trombitával muzsikál, és nagyon nagyszabású régi zenei előadásokban, mit tudom, Bach Hámon, Mise Máté Passió, és rengeteg szép régi zenei előadásnak ő a szólistája. És hál' Istennek most éppen itt van Magyarországon, és elvállalta, hogy elfújja ezt a rendkívül virtuóz oboa versenyt, ami persze trombitán még nehezebb, de hát gyönyörűen el fogja fújni, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy jöjjön el, és a belépés díjtalan. Így van, nagyon köszönöm azt, hogy ez nagyon szép végszó is, hiszen azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat tudnánk veled beszélgetni a művészekről is, a korról is, a barokkzenéről is, de aki elmegy erre a két eseményre, tehát akkor ma este 8-kor
a Semmelweis utca 4-be a Hálóközpontba, és szeptember 10-én pénteken este 7-kor a Gazdagrédi Szent Angyalok templomba, akkor sok mindent megtud még tőled. Bocsánat, még egy kis módosítás. Igen. Eredetileg mi 7:30-ra hirdettük a mai előadást, és tegnap szóltak nekünk, hogy hát javítsam ki, hogy 8-kor, de azért, mivel biztos, hogy sokan eljönnek 7:30-ra, azért 7:30-kor is fogunk valamit. Akkor legalább találkozhatnak veled és beszélgetnek. Igen, igen, de lehet, hogy akkor én fogok mesélni előre a műsorunkról. Azért ez az a változtatás, mert 6 órakor kezdődik ugyanott egy kiállításnak a megnyitója, és azt mondták, hogy hát úgy szeretnék elhúzni a dolgot 8 óráig, de gondolom, hogy ha úgy nézik a képeket, közben azért én beszélhetek, vagy akár is muzsikálhatunk is, mert ugye kiállítás megnyitókon szinte mindig van valami zene. Így van, ez szépen összefog kapcsolódni. Ha 7:30-ra jönnek, akkor is szeretettel várjuk Önöket. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm a lehetőséget.